43 cm, ekkora helyet hagytak a gyalogosoknak a Reál Tanoda utca egyik szakaszán a járda felújítása után. A közlekedő tömegegyesület készített erről fotókat. A helyiek szerint hiába az új járda, ha az úttestre kell menni, mert nem férnek el. Ez valami borzalom. Most képzeljél, jövök, nem tudok lejönni, jönnek velem szembe, és hova menjenek, ha jön egy kocsi. Az egyik itt élő, aki kérte, nem mutassuk az arcát, azt panaszolta, korábban is oszlopok nehezítették a közlekedést, de az újak most még beljebb vannak. Eddig se lehetett rendesen közlekedni, mert szűk volt, de hogy ennyivel beljebb tették, én nem tudom, hogy ki volt a művezető, hogy ezt elfogadta. Fölháborító. Azt mondják, babakocsival, kerekesszékkel itt egyáltalán nem lehet elférni. Ma délelőtt a legszűkebb helyeken kiszedték az oszlopokat, ezeket ide letámasztották az épület mellé. Ettől függetlenül a járda nem lett szélesebb. A közlekedő tömeg alapító tagja ma is megmérte, mekkora hely van oszlop nélkül a járdán. A legszűkebb rész ez az autóbehajtó. Ez 45 cm. De ennél a megmaradt oszlopnál is csak 70 cm-nyi a hely, a járda pedig alig 120 cm széles. Ez szerintünk elfogadhatatlan egy belvárosi utcában. Annak ellenére egyébként, hogy a városfejlesztő cége az önkormányzatnak levélben megírta számunkra korábban, hogy 1,5 méter szélességet mindkét oldali járdán biztosítani fognak. Ennek még a felét sem sikerült biztosítaniuk a most a felújítás utáni állapotokkor. Az egyesület szerint az utcában járdát kellett volna építeni a parkolók helyett. Az önkormányzat megkeresésünkre azt írta, hogy a lakók igényei szerint végezték el a felújítást, így ahol lehetett, szélesítették a járdákat és a parkolóhelyeket is megőrizték. A parkolás gátló oszlopokat pedig a gyalogosok védelmében helyezték ki. Az önkormányzat egyébként a munkát még nem vette át a kivitelezőtől, így most a panaszok miatt azt vizsgálják, hogy az érintett szűk járdaszakaszon miként lehet az oszlopokat elhagyni.